Békesség a testvéreknek hittel, szeretettel együtt az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk a mi Urunkat, a 66. Zsoltárunk első és második versét énekelve, és ezzel készülünk egyúttal a gyermekek szolgálatára. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten gyerek zsivajtól volt hangos a templom. Sok éves hagyománynak megfelelően pontosan ahány éve megyünk Sátoraljaújhelyre, illetve a nagytáborba, azóta van a vakációs gyermektábor itt a templomban. Körülbelül 50 gyerek tartózkodott itt, 5 csoportban voltunk, volt németes, angolos és 3 magyar csoport. Voltak kicsi óvodások az egyik csoportban, és dúsítottuk őket bölcsödésekkel legnagyobb örömünkre. Volt egy olyan magyar csoport, ahol kézi munkáztak, és nagyon szép alkotásaik lettek hétvégére a gyermekeknek. És volt egyetlen egy olyan csoport, 8 fővel, akik már hétfőn meg tudták ígérni nekem, hogy most vasárnap itt lesznek a templomban, és még azt is vállalták, hogy nyári szünet ellenére tanulni fognak. Lehet látni a szemléltető eszközön, Jézus példázatait vettük a héten, hétfői napon a talentumos példázatot vettük. Először megkérem az angol csoportot, hogy mutassák meg, milyen nagyon ügyesek, villantsák föl tudásukat, és utána egyből jönnek a talentumok. Jesus, you are the master. Who will judge how we each use the talents we have been given? For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not even what he has will be taken away. Szolgáim, szolgáim, gyertek gyorsan! Hosszú útra készülök. Még nem tudom, hogy mikor térek vissza,
de egyszer visszatérek. Szétosztom az összes vagyonaimat közvetek, kinek-kinek a maga képessége szerint. Szeretném, ha bölcsen és okosan kezelnétek a vagyonaimat. Sok munka van mögötte. Ejha, ezt nézzétek, 5 talentumot kaptam. Micsoda óriási, nem is tudom, mihez kezdek most vele hirtelen. Én is 5-öt kaptam. Én 4-et kaptam. Én meg 2-t. Én is 2-t, de József át csak 1-et. De mihez is kezdjek ezzel most hirtelen? Hiszen én még olyan kicsike vagyok. Még azt sem tudom, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Egyáltalán mikor fog visszajönni a gazdánk? Azt mondta, sem a napot, sem az órát nem tudjuk, így bármely pillanatban kész kell, hogy legyünk. Én a legjobban énekelni szeretek. Szívem szerint éjjel-nappal csak énekelnék. Én mozogni szeretek nagyon. Most is edzőruhában vagyok. Az apukám mindig azt szeretné, ha szép ruhában jönnék a templomba, de én meg így érzem jól magam. Vagy így jövök, vagy sehogy sem. Nekem mindenki azt mondja, hogy szorgalmas és kitartó vagyok. Én még azt sem tudom, hogy ez mit jelent, csak azt tudom, hogy alig várom már, hogy iskolába mehessek. Úgy szeretnék már tanulni. Engem nem érdekelnek a többiek, szabadidőmben is olvasok és szorgalmi feladatokat végzek. És Josafát hol van? Hová lehetett? Az előbb még itt volt. Képzeljétek, azt mondta nekem, hogy ő otthon soha nem tanul. Neki bőven elég az, amit az iskolában hall. De akkor hogyan lehetséges, hogy mindig csak ötöseket kap? Létezne, hogy ennyire okos lenne? És a fiatalok hosszas tanakodás és hezitálás után útra keltek. Ment mindenki a maga útján. De milyen is a mi útunk? Mitől is függ az? Csupán csak hányattatunk a véletlentől? Vagy a semmit sem jelentő, úgy emlegetett sorstól? Vagy jövőnket csupán a szülői háttér és körülmények határozzák meg? Figyelünk-e egyáltalán Isten szent lelkére? Mi az az út, amit az Isten nekünk szánt? Vállaljuk-e a küzdelmet a cél érdekében? És mekkora küzdelmet merünk bevállalni? Érdemes ezen elgondolkozni. Segítségünkre lehet a következő ének, amit a gyülekezet fog elénekelni. Szolgáim, gyertek gyorsan!
ismét itthon vagyok. Számjatok be nekem, hogy ki mire kezdett a talentumokkal. Uram, tudod, hogy nagyon szerettem énekelni. Úgy emlékszel rám is. Régen mindig csak a fekete énekeskönyvből énekeltünk, de most pedig mi ketten megalapítottuk a gyülekezeti zenekart. Van itt gitár, dob, szintetizátor, cintáni, na meg egy hatalmas hangerő. Azóta sokkal többen járnak a gyülekezetbe, és a fiatalok száma is megduplázódott. Nagyon boldog vagyok. A tőled kapott talentumokból képeztettünk magunkat, és a hangszer egy része is abból van. Jó van, jó Isten szolgáim. A kevésen hő voltatok, többet bízok rátok ezután. Uram, én gyerekként is nagyon szerettem mozogni. A templomba is csak edzőruhában voltam hajlandó megjelenni. Tovább képeztettem magam a tőled kapott talentumokból, és sikeres edző lettem. Megalapítottam a gyülekezet sportegyesületét. Isten dicsőségére nem csak a lelkünket, hanem a testünket is Isten parancsa szerint tarthatjuk karban. A gyülekezet mozgáskorlátozottainak pedig rendszeres terápiát tartunk ingyenesen. Többen e szolgáltatás által csatlakoztak Isten gyülekezetéhez. Ja, és Sátoraljaújhelyen is tartunk a jövő héten folyamatos edzéseket, focibajnokságot, zumba partikat a délutáni szabadidőben. Mindennek a kitalálója és megszervezője lettem az évek során. Jó van, jó és hőszolgám, a kevésen hő voltál, többet bízok rád ezután. Uram, én voltam a szorgalmáról és kitartásáról híres diák. Nem nagyon foglalkoztam ezzel még akkor, de a talentumoknak köszönhetően sikerült külföldi tanulmányutakra is eljutnom. Én is vele mentem, sokat láttam sok felé. Innen jött a még inkább világos felismerés a számunkra. A gyerekeket hogyan is lehet Isten közelébe vezetni. Ezt a csoportot tartjuk mi ketten a kezünkben már évek óta. Jó van, jó is jó szolgáim, a kevésen hő voltatok, többet bízok rátok ezután. És Josefát hol van? Őt nem látom itt, ugye ő volt az angyalokos kisdiák, aki arról volt híres, hogy mindig az iskolában csak is ötöseket szerzett. Nagyon okos volt, csak kár, hogy nem erősebb iskolába járt, mert akkor rákényszerült volna a tanulásra is. Josefát, hol vagy? Josefát, hol vagy? Josefát, és egy talentumot. Felolvashatom? Igen, olvasd nekem, úgyis rossz a szemüvegen, és ez nem titok, hadd hallja a gyülekezet is. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem, és elástam a talentumodat, és íme itt van, ami a tied volt. Ó, te gonosz és res, Josefát, tudtad, onnan is aratok, ahonnan nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért hát el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor visszajöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Adjátok csak ide azt az egy talentumot, és adjátok annak, akinek a legtöbb van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, akinek nincs, attól az is elvetetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig fogjátok meg, és dobjátok ki a külső sötétségre, majd lesz sírás és fogcsikorgapás. Megszülettem, te
Te adtad életem. Megszülettem a semmiből hirtelen. Megszülettem, te engem akartál. Megszülettem, feladatot adtál. Szent vagy Istenem, neved áldott legyen, világ mindenség Istenem. Szent vagy Istenem, neved áldott legyen, Hozsánna szóljon te neked. Szent vagy Istenem, neved áldott legyen, világ mindenség Istenem. Szent vagy Istenem, neved áldott legyen, Hozsánna szóljon te neked. Kedves nénik és bácsik, köszönjük, hogy itt lehettünk, és a sok finom ennivalót. Köszönjük a gyermekeknek a bátorságot, hogy készültetek, hogy kiálltatok, és akkor egyúttal már most hadd köszönjük a csoportvezetőknek, segítőiknek, a konyhai segítőknek a 10 órait, és mindenkinek, akik az elmúlt héten itt voltak, segítettek, imádságban hordozták. Most énekeljük a 390. dicséretünk verseit.
helyünkön ülve maradva olvassuk, halljuk Ézsaiás könyvéből a 14. rész 3. és következő verseiből az igét. Amikor majd nyugalomra fordítja az Úr fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény szolgálatot, amelyet végezned kellett, ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról. Vége van a sanyargatónak, vége van az erőszaknak. Összetörte az Úr a gonoszság veszélyét, a zsarnokság botját. Aki népeket ver dühében szüntelen veréssel, aki nemzeteket taposott haragjában, most azt üldözik kíméletlenül. Megnyugodott, csendes az egész föld, újongásba törtek ki az emberek, még a ciprusok is így örülnek, meg a Libanon cédrusai. Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk. Megrendült ott lent a holtak hazája, látva jöttödet. Felkölti miattad az árnyakat, a föld összes hatalmasait, fölkelti trónjukról a nemzetek királyait. Rákezdik mindnyájan, és ezt mondják neked. Te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél. Sírba omlott gőgöd lantjait zengése. Férgek a derékaljat, pondrókat akaród. Leestél az égről fényes hajnalcsillag, lehultál a földre népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. Hallottuk az igét, jöjjetek, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is megtartottál bennünket, és ezen a vasárnapon is újra együtt dicsérhetjük a te nevedet. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy erőfeszítéseink ellenére gyakran letérünk az általad kijelölt útról. Adj erőt, Urunk, hogy a te akaratod és törvényeid szerint éljünk. Köszönjük Istenünk, hogy a te ígéreted mindenki számára érvényes, hogy a téged követőknek örök életet adsz. Könyörgünk az igeolvasás és igehallgatás alkalmaiért, hogy nyitott szívvel, engedelmes lélekkel tudjuk befogadni a te igédet. Köszönjük, hogy az előttünk álló napokban is velünk vagy, vigyázol ránk. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Amen. Énekeljük a 217. dicséret verseit. Thank you.
múlt vasárnapi bibliai szakasz folytatásaként olvassuk Lukács evangéliuma 10. fejezetének 16. és következő néhány versét. Jézus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette. Uram, még az ördögök is engedtek nekünk a te nevedre. Ő pedig ezt mondta nekik. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi se ártson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennybe. Eddig a megnevezett rész. Kedves testvérek, a múlt vasárnap olvastuk tehát az előtte lévő jó néhány verset, a 72 tanítvány kiküldéséről szóló evangéliumi beszámolót. Mi volt a 72-nek a feladata? A küldötteknek mi volt a feladata? Próbáljuk csak fölidézni. Hát először is, hogy menjetek el, mert hogy nem jönnek helyetekbe az emberek. Ha csak itt ülünk, és várjuk, hogy jöjjenek, kevesen jönnek. Jézus elküldte. Tehát menjetek el, és mi volt a tartalma a küldetésnek? Hirdessétek, hogy elközelített az Isten országa. Az üzenet is Jézus által megfogalmazott üzenet, nem pedig a tanítványok által kitalált mondat. És ehhez hatalmat ad, sőt, gyógyításhoz is hatalmat ad. Aztán részleteket is olvasunk, hogy ahol befogadnak, maradjatok ott, meg hogy mit vigyetek, mit ne vigyetek az útra, mennyire sürgős. De most számunkra a fontos tehát az, hogy mi volt a feladata a 72-nek. Menjetek el, és hirdessétek, hogy Jézusban elközelített az Isten országa, az Isten uralma, az Isten hatalma. Most visszajönnek a tanítványok a küldetésből, és beszámolnak. Na, miről számoltak be? Mit mondtak a beszámolójukban? Hát nem beszéltek, köszönöm, van egy bátor, aki jelentkezik, nem beszéltek az Isten országáról. Arról beszéltek, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. Csak hogy erről meg Jézus nem beszélt a küldetéskor. Vagyis itt valami hangsúlyeltolódás következett be. Jézus azt bízta a tanítványokra, hogy azt hirdessék, hogy elközelített az Isten országa. És a beszámoló pedig arról szól, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk, te szavadra, azért azt hozzátették. Valami itt elmozdult onnan, ahonnan nem kellett volna. Nekünk engedelmeskedtek. Kétségtelen sikerélményük van. A Szentírásban ugye a kígyó, a skorpió, azaz, mint a biológiai életben is, de a szellemi életre átvive, az ember ellensége, a kísértés, a támadás szimbóluma. Győzedelmes volt az út. Az emberek engedelmeskedtek nekünk. És ez kétségtelenül nagy öröm. De mi volt a küldetés? A küldetésben nem volt szó ördögűzésről, hogy népies kifejezéssel mondjam az előző gondolatot. Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy az Isten uralmát hirdessétek, az Isten akaratát hirdessétek, azzal szembesítsétek az embereket. Következményeként lesznek szabadulások, gyógyulások, és visszaszorul az ördög hatalma. De ilyen hangsúly eltolódás mégis bekövetkezett. Pedig Jézus nem erről beszélt.
Hozzátették a tanítványok, hogy hát a te nevedre történt mindez, de azért mégis érezzük a mondatból, hogy azért mi mennyire fontosak vagyunk, és mi milyen ügyesek voltunk, és milyen nagyszerűen evangelizáltunk, és milyen hű de jó volt. Kétségtelen. Jézus nevére meghátrál a kísértő. De a küldött ne hangsúlyozza túl önmagát. A múlt vasárnap azzal a mondattal fejeztük be a felolvasott szakaszt, amivel most szándékosan kezdtem, hogy összekapcsoljuk a két bibliai szakaszt, mert összetartozik. Azt mondja Jézus, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Mindaddig, amíg azt az üzenetet mondjátok, amit rátok bíztam. És addig érvényes a adott hatalom. Mert hogy ki akar nagykövet lenni? Ezzel kezdtük a múlt vasárnap. Mert lehetünk, igen, hogy akarunk tanárok, tanítók lenni, vagy éppen géplakatos lenni, vagy atomfizikus vagy egyszerűen csak felnőtt akarok lenni, de a nagykövetségre nem nagyon volt jelentkező a múlt vasárnap, vagy nagyon szerények voltunk, pedig követségben járunk ebben a világban. Nagykövetek vagyunk, ahogy a diplomáciai életben is. A nagykövetnek van hatalma, szavának súlya van, de nem azért, mert ő tekintélyes és okos és ügyes ember, hanem azért, mert mögött áll a küldő ország. És addig van súlya, hatalma és hitele a szavának, amíg a rábízott üzenetet mondja. Ha már a magánvéleményét is megszólaltatja, akkor előbb-utóbb le fogják váltani. Nos, igen, Jézus nevére a gonosz is meghátrál. Nem én tőlem fog elszaladni, hanem az Úr hatalmától hátrál meg. De ez a hatalom kapott hatalom a keresztény ember életében. Ahogy Jézus mondta, hogy hatalmat adtam nektek. Ne magatokat helyezétek az előtérbe, és ne sajátítsátok ki azt, ami nem a tiétek, hanem kaptátok. És Jézus egyértelműen beszél a tanítványok szava alapján a kozmikus szellemi háttérről is, amiről néha mi kicsit megszoktunk feledkezni. Ez pedig ezzel a mondattal fejezte ki, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Miről is van itt szó? Azt mondja Jézus, láttam, én tisztában vagyok mindazzal, mi zajlik ebben a világban. Hiszen akkor, amikor az evangélium hirdettetik, amikor az Isten akarata hirdettetik, és ahol azt befogadják, ott visszaszorul a gonosz ereje, befolyása. Beszél Jézus egy másik helyen arról, hogy az erős fegyveres tudja kiűzni, elfoglalni a másiktól, aki erősebb. Nos, ő az erősebb. Jött, és igen, ha az Isten országa terjed, ha egyre több ember az Isten akaratát cselekszi, ha az ő táborába áll be, akkor gyengül a másik oldal. És Jézus itt használ egy olyan képet, egy olyan ószövetségi szakaszt, amit az előbb hallottunk Izsaiás próféta könyve 14. fejezetéből. Nevezetesen, röviden úgy is szoktuk összefoglalni, hogy az a bibliai szakasz Izsaiás könyvében gúnydal a babiloni királyról, mármint annak bukásáról. Ne feledjük el, 2600 évvel ezelőtt, megközelítőleg, amikor ott közel-keleten a Babilon csillaga feltűnt, akkor bizonyos sorba kis népeket hódítottak meg, és ott közel-keleten egy világbirodalom alakult ki. És az önmagát istenítő uralkodó, és így a birodalom egyszer csak megbukik. És erről beszél Ézsaiás próféta, önmagadat istenítetted az istenekhez, a mennybe helyezted magadat, mert annak képzelted magadat, mindenki neked engedelmeskedett. És most mi történt? Lezuhantál, mint a villám úgy onnan fentről lefelé. Lezuhantál, itt vagy a porba. Nagyon szemléletes kifejezéseket használott Ézsaiás könyve, amikor a cédrus fák
A Libánon hegy, vidék, cédrus, fái is örülnek, hogy megbuktál. Nem jön több favágó hadi célokra kivágni a fákat. Nagyon-nagyon szemléletesen folytatja, amikor a halottak között, mint egy párbeszéd van, megbukott az isteni uralkodó, akitől rettegett az akkori világ. Mi van? Te is ilyen gyarló ember vagy, mint mi? Ide kerültél a halottak közé? Pondrókat akarod neked is? Pedig hogy rettegett a világ tőled? Nem ismerős nekünk ez a történelem? Most nem 2600 évvel ezelőttre gondolok, csak néhány évtizeddel korábbi időre, már napjainkhoz képest. Amikor némelyek világbirodalmat építettek, magukat istenítve mindenek fölé helyezték, népeket leigázva, és bizony hány embertől hallottam a 90-es években, tiszteltes úr, én soha nem hittem volna, hogy ez egyszer összeomlik. Hát akkor milyen keresztény ember vagy? Ha azt gondolod, hogy egy világbirodalom és annak első embere örökké megmarad, a hatalom nem az övé, nem a Pilátusoké, addig az övé, amíg az Úristen megtűri ott. Ahogy Jézus mondta Pilátusnak, hatalmad van, megkaptál. És az addig van, amíg kaptad. Bizony, aki úgy tekint a bennünket körülvevő világra, hogy ott van minden hatalom, akkor az annak kiszolgálójává fog válni. De aki úgy tekint az Úrra, hogy nékem adatot minden hatalom, annak a gerince azért megmarad gerincropogtató időkben is. Nos, Izsaiás könyvében tehát arról van szó, meg is kérdezik ott a úgymond halottak, amikor érkezik a isteni uralkodó halottként, lezuhanva, úgymond a mennyből, megbukva, akkor meg is kérdezik, hogy hogy buktál meg, te, aki nemzeteket szolgaságba taszítottál, aki uraltad a világot, fizikailag, szellemileg is uralni akartad. Igen, itt ez a mennyből lezuhanás, a hatalomfosztás képe, és Jézus, amikor ezt mondja, hogy láttam a sátánt villámként leesni az égből, akkor tulajdonképpen a háttérben ez az Ézsaiási szakasz van, és a babiloni uralkodó bukása jelenik meg. És így láthatjuk, hogy igen, mi jó, ha tisztában vagyunk, hogy egy küzdelemben vagyunk, harcban vagyunk. Egy szellemi küzdelem folyik, hogy az emberek kire fognak hallgatni. Nem csak Ádám Éva történetében, jaj, hát régen volt egyszer egy ilyen, vagy nem volt egy ilyen, elbukott az ember, mindig küzdelemben vagyunk. Vagy az Isten oldalára állsz, vagy a másik oldalon vagy. De az Isten létének a hite az még nem azonos az Úr oldalára állással. Hát minden hadvezér és csapat tudja, hogy létezik a másik tábor is. El kell dönteni, kinek az oldalán állunk. A győztes oldalán, vagy annak oldalán, aki pillanatnyilag csillaga, magasan jár, pillanatnyilag tündökölni látszik, de meg fog bukni. Amikor a tanítványok visszajönnek, örömmel mondják, még az ördögök is engedtek nekünk, akkor Jézus azt mondja, állj, legyen világos előttetek. Igen, mert itt egy hatalmas szellemi küzdelem folyik. És legyen világos előttetek, kinek az oldalán álltok, és mindaz, ami történik, hogy tudnélik engedtek nektek, az valójában azért történt, mert hatalmat adtam nektek, mert hatalmat kaptam a mennyei atyától, és így lássátok önmagatokat. Vagyis Jézus a tanítványokat a helyes öröm irányába tereli. Mert fontos missziós öröm, amikor az ember kimegy a határba és arathat. Mert vetett és termett. Hintjük az Isten igéjét, mondjuk, hirdetjük, tanítjuk gyermeknek, unokának, hittanon, gyülekezetbe és sok helyen. Csak Jézus emlékeztet arra is, gondoljunk a magvető példázatára, hogy némely az útfélre esik, és a kemény szívre és a madarak fölkapkodják, és semmi nem lesz belőle. Némely a tövisek közzé,
és a gyom gyorsabban nő, és megfojtja, és nem terem. Vagy a köves talajba, ahol gyorsan kikeld, el is szárad, mert nem tud mélyen meggyökerezni. És némely, ha úgy tetszik, egy negyede, a jó földbe, de az terem 30-60 száz annyit. Igen, a tanítványokat Jézus fölkészített, emlékezzünk vissza a múltkori szakaszra, ahol befogadnak titeket, ott maradjatok, viszont lesz, ahol nem fogadnak be, és nem fogadják el a rátok bízott üzenetet. Még a port is verjétek le a lábatokról, annak bizonyságaként, hogy itt jártunk, de nem fogadtatok be, elmondtuk, de nem kellett nektek. Vagyis lesz elutasítás is. Sikertelenség is lesz, ha úgy tetszik. Jézus egyértelművé tette a mindenkori tanítvány, a mindenkori gyülekezet számára. Az Isten igéje élő és ható, de lehet nemet mondani rá. A tanítványokat tehát a helyes örömre próbálja tanítani Jézus. Az öröm igazi okát mondja el, amikor arról beszél, nem inti le őket, hogy nem szabad örülni, hanem azt mondja, ne annak örüljetek, hogy átmeneti eredményeket értetek el a küldetésetekben, a misszióban, inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Tudni, ez biztos. Az Isten kegyelme biztos. Ennek örüljetek inkább. Annak, hogy Isten gyermekeivé lettetek, ha befogadtátok az Isten igéjét, ha az Isten országának polgárai vagytok, ha az uralma érvényesülhet a ti életetekben, akkor valami új kezdődött, fölismerhetitek, hogy kiválasztottak vagytok, na ennek örüljetek. Annak örüljetek, amit az Isten az életetekben elvégzett. Ez az igazi és tartós öröm. Vannak örömök a misszióban, a küldetésben, mert nagy öröm az, amikor valaki a megkötözöttségeiből az evangélium hatására megszabadul, és hogyha esetleg egy kicsit részese is lehettem, talán továbbadhattam, elmondhattam neki. Ez öröm, és ennek szabad örülni. De az igazi öröm az az, amit az Isten végzett el. Vagyis, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Nem a mi teljesítményünkből, még csak nem is a missziói teljesítményünkből. Amikor Jézus a tartós, igazi örömre tanítja a tanítványokat, akkor egyúttal óv az elbizakodottságtól. Még az ördögök is engedtek nekünk. Na, vigyázzál! A szavamnak engedtek, amit te kellett, hogy elmondjál. Ne csúszson el a hangsúly a lényegről. Óv az elbizakodottságtól, óv a hívőgőktől, és tanít az igazi örömre. Amikor Jézus ezt mondja, hogy annak inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben, akkor hadd mondjuk ki, ez a látszólag rövid kis mondat iszonyatosan fontos üzenetet hordoz, hiszen benne van a megigazulástan és a hozzáfűződő etika. Ezt most jól megmondtam, igaz? Tehát az üdvösségről szóló tanítás, bibliai tanítás, és ami ebből a hétköznapi cselekedeteinkre következik, etika. Tehát a megigazulás, az igazán nyilvánításunk tanítása, és hogy akkor milyen életet éljen a hívő ember, ez pedig az etika. Mert az etika az nem azzal azonos, hogy nem lop, és a többi az nem érdekes, hanem az egész életet meghatározza. Jézus ebben az egyetlen mondatban, amikor az örvendező tanítványoknak azt mondja, hogy inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben, akkor arra irányítja a figyelmet, hogy hogyan igazítatik meg, hogyan kap bocsánatot a megtérő bűnös ember, és hogyha bocsánatot kaptam, akkor milyen élet következik ebből? Ez az etika. Amikor tartós örömről beszél, és azt mondja Jézus, hogy inkább annak örüljetek, akkor minket is megszólít. Nem méricskéljük aggodalmaskodva, elég jó vagyok, nem vagyok elég jó. Elég sokat tettem a misszióba, nem tettem elég sokat a misszióba. Hány megtérőt tudok felmutatni, vagy nem tudok felmutatni? Mert ez egy érdemszerző, magamban bízó gondolkozásmód, hanem a kegyelemben bízzál.
Nem véletlen, hogy Luther énekét énekeltük ehhez a bibliai szakaszhoz. Hiszen a nagy felismerése az volt, hol találok egy kegyelmes Istent kérdésre. Mert hogy bármennyire igyekszem jó lenni, és még tenni, nem ezért lesz üdvösség, hanem az Isten kegyelmét, ha elfogadom. Igen, nem kell aggódnom, és nem is teljesítményt kell hajhásznom. Akkor hogyan összegezhetjük tehát? Úgy, hogyha az Isten kegyelméből élő ember vagyok, akkor teljes szívvel odafordulhatok mások felé. Felszabadult szívvel odafordulhatok az emberek felé, és felszabadultan hirdethetem az Isten országát, az ő uralmát, az ő akaratát. Legyek így az Úr nagykövete ebben a világban. Annak örülve, hogy az Isten gyermekévé fogadott, vigyem ezt a jó hírt másoknak is, és hogyha mások is elfogadják, szabad neki örülni, persze, sőt, dicsőíteni az Urat. De az igazi örömem az, az alapörömem az az legyen, hogy az ő kegyelméből élhetek. Ezért fogalmaztam meg, hogy itt a megigazulástan és a hozzáfűződő etika ennyiben, ilyen kicsi mondatban benne van. Azt is mondhatnánk, hogy a Biblia lényege benne van. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Mert akkor felszabadultál arra, hogy örömmondó légy, hogy békekövet légy ebben a világban. Amen. Énekeljük a 467. dicséretet feleletül. Jöjjetek, imádkozzunk! Magasztalunk Istenünk, de nem csak a teremtett világot szépségeiért, hanem szent lelked életeket megváltoztató munkájáért, megtérésekért, megszabadulásokért, a megszentelődés útján járókért. Téged dicsőítünk, gyülekezetet formáló erődért, hogy elhívtál minket is, követeiddé tettél, hogy kegyelmed jó hírét bíztad ránk. Hálát adunk az eredményekért, az örömökért, a megtérésekért,
megújulásokért, szolgálatra való felbuzdulásokért, és hálát adunk elbizakodottságtól óvó szavadért, a tartós öröm forrásáért, hogy nevünk fel van írva a mennyben. Segíts meg, amikor újra odaszánjuk magunkat az evangélium hirdetésének szolgálatára, hogy hitelesebb nagyköveteid legyünk ebben a világban, holnap és holnap után. Könyörgünk a mulandó örömöket hajszolókért, hogy kegyelmed megragadhassa szívüket, hogy legyenek, akik elviszik hozzájuk szereteted jó hírét. Könyörgünk megfáradtakért, akik naponta küzdenek a mindennapi kenyérért, az élet értelméért, hogy eljusson hozzájuk is a keresztények bizonyságtétele által az életet megújító isteni szó. És könyörgünk betegekért, hozzád kiáltunk a gyászoló szívekért, hogy a mélységben, az élet-halál határán megállva, hadd ragyogja be életüket a te vigasztaló szereteted, üdvösséget kínáló kegyelmed. Könyörgünk a ránk következő hétért, gyülekezetünk több generációs nagytáboráért, hogy az együtt lakozásunk a közösségben, a hitben, a küldetésben való megerősödésünket szolgálhassa e világ javára. Urunk, az énekíróval kérünk, tégy engem békeköveteddé, és taníts meg örülni. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. A ránk bízott javakból a múlt vasárnap a gyülekezet szolgálatát, az evangélium terjedését perseinkben 129 ezer egyházfenntartói járulékként 28 ezer forinttal segíthettük. Az ige bátorít és tanít bennünket Péter szavaival, amikor így szólt a Sánta koldushoz, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. Még a mai vasárnapon a külön perseinkre az van írva, hogy a nagy tábor segítésére, hogyha valakinek adománya van erre a célra, oda helyezheti el, és köszönjük. Az elmúlt napokban vigasztalásul hirdettetett Isten igéje a 82 esztendőt élt Csontó Béláné Kovács Piroska temetésén János 12-ből Jézus szava, én pedig tudom, hogy a mennyei atya parancsolatai az örök élet. A 94 esztendőt élt Tóth Imre temetésén a 66. Zsoltárból hangzott, megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, embert ültettél nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. A 90 esztendőt élt Özvegy Tamási Sándorné Bondár Ilona temetésén a Római Levél 15. részéből hangzott az ige, amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Legyen így a szent írás a vigasztalás forrása. Ahogy itt a gyermekek egy kis ízelítőt adtak a mögöttünk lévő vakációs gyermekhétről, és
megköszöntük mindazoknak, akik ebben segítségül voltak. Úgy most előrefele tekintve, holnap kezdődik a nagy táborunk. Rekordlétszámmal leszünk, 400-an. Sikerült 16 óra munkával egy szobabeosztást is elkészíteni. Nem tökéletes, nem ideális, de igyekeztünk sok szempontot figyelembe venni. Az autósok felé mondom tehát, akik hamarabb megérkezhetnek, mint a buszokkal, hogy ott lesz az üdülőben, az étkező előterében a szobabeosztás kitéve, tehát aki hamarabb érkezik, ott megkeresheti a szálláshelyét és elfoglalhatja. Mi, akik a közös buszokkal megyünk, nekünk 12-re ide a Mikszáth utcára állnak be a buszok, 12:30-kor elindítjuk. Nem lesz névsorolvasás, úgyhogy 12-re várjuk a busszal utazókat, hogy ne maradjon le senki. Tajkártyát mindenki hozza magával, reménység szerint nem lesz rá szükség. Aki rendszeresen gyógyszert szed, ne felejts el elhozni, mert ott nem olyan egyszerű akármilyen gyógyszert aztán beszerezni. Lesznek velünk orvosok, egészségügyiek, és amikor szükséges, segítségül lesznek, de most is szeretném elmondani, hogy ez a hét nem arra való, hogy a 2 éve meglévő nyavajánkra, na most ráérünk, és majd a orvos terheljük a táborban. Ha komoly baj van, akkor természetesen segítségül lesznek. Majd, de így készüljünk azért, és úgy próbáljunk együtt lenni, hogy ne éjjel 2-kor jusson eszembe, hogy egyébként már 2 napja fáj a fogam. Mert ez is a szeretet kategóriába tartozik. Az itthon lévőknek, vagy táborba jövőknek egyaránt ajánlom, ahogy hirdettük, az átriumban gyülekezeti emblémás pólót lehet vásárolni. Most a mai alkalommal szeretettel ajánlom kinek-kinek, 2 féle árkategóriában, illetve típusban lehet ott majd látni. A ránk következő héten, hétközben itthon nem tartunk közösségi alkalmat, tehát csütörtökön nem lesz biblióra, és pénteken reggel itt szervezetten nem lesz imaóra, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad imádkozni otthon és táborban is egymásért, ezért az ügyért. Jövő vasárnap mi körülbelül 17:30-ra érkezünk haza, de természetesen jövő vasárnap lesz délelőtt 20:30-kor is, 22:30-kor is istentisztelet. Kicsit kevesebben lesznek valószínűleg, de lesz, úgyhogy az itthon lévőket természetesen oda várjuk szeretettel. Hordozzuk imádságunkban, szívünkben ezt a tábort is, a ránk következő hetet is. Mivel jövő vasárnap eléggé hiányosan leszünk itthon, ezért hirdetek egy esküvőt, ami 2 hét múlva szombaton lesz. Miskolci József és Bokor Árnika kéri július 23-án szombaton 4 órakor házasságkötésükre Isten áldását itt templomunkban, de most kivételesen 2 héttel előtte is elmondom, hogy eljusson lehetőleg mindenki ez a hír. Szeretettel hívják a gyülekezet tagjait az esküvőre, és utána egy kis szeretett vendégségre, fogadásra. A könyvtár most nyitva van, jövő vasárnap kivételesen nem lesz nyitva az istentisztelet után. Mostan istentiszteletünkön igeolvasással, imádsággal Németh Simon és Tömöri Dóra szolgált. És emlékeztetek az igére, az Isten kegyelme adhat tartós örömet nekünk, és indíthat bennünket küldetésünk örvendező teljesítésére. Így énekeljük a 471. dicséret verseit.